Öregelt kívánok a kedves nézőknek, folytatnánk a példabeszédekről szóló tanítást. Az új szövetség talán legismertebb példabeszédéhez érkezünk a Lukás 15. fejezetében, amit tékozló fiú, illetve az otthon maradt jó fiú néven ismerhet a keresztény világ. A tékozló fiú példázata. De ez a példázat sokkal-sokkal inkább az apáról szól. Egy apának két fia volt, az egyik egy tékozló, fiú, a másik egy nagyon-nagyon jó fiú, aki otthon volt, dolgozott látástól vakulásig, de egyik fia sem ismerte az édesapjának a szívét. Egyik fiának sem volt világos képe arról, kicsoda is az ő apja. És nagyon-nagyon sok hívő nem látja, én sem láttam, hogy kicsoda a mennyei atya, kicsoda az az Isten, akit én szolgálok, akit szeretek. És ez a példázat a szívhez, az emberi lélekhez szólva egy képben, egy történetben, hozza közel az apának a figuráját a a mennyei atyáról ad egy képet. Milyen a mennyei atya? Ezt mutatja be. A tékozló fiú kikérte az apjától a vagyont, megkapta, és az apa nem tudakozódott afelől, hogy mire akarja használni. Bizonyosan ismerte annyira a fiát, hogy gyanította, hogy nem fogja jól forgatni a vagyont. Mégis odaadta, mert az atya a mennyei atyánk nagyon nagy vonalú, nagyon gazdag és nagyon jó indulatú Isten. Erről szól a Kárisz, hogy méretlenül osztogatja az ő áldásait, mert szereti az embert, különösen az övéit. A fiú messze földre költözött, eltékozolta a vagyont, és amikor már disznó se volt neki, az se kapott és éhezett, akkor gondolta arra, hogy visszatér az apjához, Ugyan gondolta, fia már nem lehetek, de egy alkalmazottnak talán elfogad, és akkor ehetek valamit nála. El is indult visszafelé. Az apa közben a távol levő fiáról ugyanúgy gondolkodott, mint az otthon levőről. Várta vissza, hiányzott neki, egy dalszövegben nagyon pontosan, plastikusan van megfogalmazva, hogy sokan vannak nálam, mondja az apa, de mégis üres a ház nélküled. Az embernek mindig az a szeretet személy hiányzik, aki éppen nincsen ott, akárhányan vannak is ott és veszik körül. Visszatért tehát a fiú, úgy ment az apjához, hogy hozta a régi bajait, a, a szakat ruháját, amely valószínűleg bűzlött a disznóknak a szagától, és az apa nem szemrehányással várta, örömmel várta, megölelte, gyűrűt a kezére húzatott, sarut a lábára, ünnepséget rendezett neki, visszahelyezte azonnal a jogaiba, mert a jogai nem a te teljesítménye alapján illették meg ezt a fiút, hanem születése alapján, ahogyan mi is, ha elmegyünk a kisunokánkért, a gyermekünkért, az óviba, nem a legjobbat fogjuk hazahozni, hanem azt, aki a miénk, akik tőlünk született. Az Isten újjászült bennünket, hívőket, hozzá tartozunk, és ha hibázunk, bűnöket is követünk el, ő vár vissza és az értéket ugyanúgy látja bennünk, és megvan a terve a helyreállításra. Megérdemelte vajon ez a fiú, hogy az apja így szeresse? Nem érdemelte meg. Mégis megkapta. Lehet, mi sem érdemeljük meg. Biztos nem érdemeljük meg. De az atya mégis a mennyei édesapa kész megtenni, visszafogadni. Ahogyan az előző két példabeszédben itt is, és a megtalálás, az egymásra találás örömét egy nagy, nagy partival fejezték ki, és egy nagyon nagy örömmel ér véget ez a történet, már a tékozló fiú részéről. Tehát az apja minden módon kifejezte, hogy értékeli, szereti, jogaiba visszahelyezte, és örömmel fogadta. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót!